9.tv. Otthon, város, Ferencváros. Kerületi vállalkozók adománya a rendőrkapitányságnak. Az idei 10. életmenete Ferencvárosból a Salkaházi Sára rakpartról indult. A Földnapjához kapcsolódó programok Ferencvárosban. Aputa kapuba, a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány rendezvénye. Szeretettel köszöntjük Önöket! A Ferencvárosi Önkormányzat Közbiztonságért Közalapítványa nemrégiben a ferencvárosi vállalkozók újabb adományát adhatta át a kerületi rendőrkapitányságnak. Az eseményen mutatkozott be az önkormányzat új közbiztonsági szakreferense, Farkas Csaba. A Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítványt a 90-es években hozták létre abból a célból, hogy azokat az intézményeket, cégeket, magánszemélyeket összefogja, akik a közbiztonsággal kapcsolatos szervezeteket, rendőrség, katasztrófavédelem, polgárőrség támogatni szeretnék, és ennek a törvényi kereteit csak a közalapítvány keresztül lehet megoldani. Ezt a közalapítványt az önkormányzat hozta létre, abból a célból, hogy ezt a problémát megoldja és áthidalja ezt a kérdést. Mennyire jellemző, hogy a különböző cégek, különböző vállalkozások kimondottan ilyen célra szeretnének adományokat felajánlani? Megmondom őszintén, a régebbi időben borzasztóan nehezen sikerült fölvenni a kapcsolatot a cégekkel, nehezen is indult. Most úgy néz ki, hogy van egy változás ebben a dologban, és ha nem is pénzbeli támogatást, de tárgybeli támogatást, mint a mai átadáson is fog majd történni, adnak. Legnagyobb szükségünk a napi munkavégzéshez használatos dolgokra van. Tehátérben is látszik irodaszerek, székek, napi használati eszközök, de speciális mellényekről is beszélhetünk, amelyeket így meg tudtunk teremteni az állománynak. Itt egy nagyon széles körű összefogásról beszélhetünk, nagyon jó példázza a kerületi összefogást a közbiztonságért, hisz itt vállalkozók és vállalkozások felajánlásait láthatjuk, amely a normák alapján a közbiztonsági alapítványon és az önkormányzaton keresztül kerül be a rendőrséghez hivatalosan. Mind nagyon szépen köszönjük minden kerületi vállalkozónak, hogyha hozzájárul a mi munkánk jobbátételéhez és a kerület közbiztonságának javításához. Milyen sűrűn van lehetőség ilyen adományátadásra, tehát milyen sűrűn kerül ilyesmire sor? Nem panaszkodhatom, tehát a kerületi vállalkozások szívügyüknek érzik a közbiztonság erősítését, és nagyon szívesen hozzájárulnak a saját eszközeikkel, saját módszereikkel, saját tárgyaikkal, amelyeket forgalmaznak. Úgyhogy egy széles körű összefogásban, és igen rendszeres, és ezt ezúttal is szeretném megköszönni minden vállalkozásnak. Az átadón részt vett Farkas Csaba, az önkormányzat új közbiztonsági szakreferense. Január 1-től teszi kötelezővé a helyi önkormányzatok számára egy jogszabályváltozás, hogy közbiztonsági referensi munkakörben alkalmazzanak egy köztisztviselőt. Azokban a kerületekben, ahol katasztrófa védelmi veszélyeztetettség besorolás szempontjából egy bizonyos szintet elérünk, akkor muszáj egy közbiztonsági referenset alkalmazni. Hát a jogszabály elsősorban és kizárólag katasztrófa védelmi feladatokat ruház erre a referensre. Azonban az önkormányzat vezetése egyértelművé, nyilvánvalóvá tette számomra, hogy nem csak katasztrófa védelem kérdésében, hanem minden, ami a közterületek biztonsága, a közbiztonság kérdéskörébe tartozik, számítanak rám. Az összes rendészeti szerv, legyen az állami, legyen az civil szféra, amely Ferencváros polgárainak biztonságában bármiféle kicsi szerepet játszik, ezeknek a szerveknek a koordinálása, illetve a köztük lévő kapcsolattartás egyfajta híd, kommunikációs csatorna szerepét tölteném be, illetve amennyiben tudok, akkor megpróbálok javaslataimmal, ötleteimmel hozzájárulni Ferencváros közbiztonságához. A holokauszt magyar áldozataira emlékező idei 10. életmenete emléksét a Ferencvárosból a Salkaházi Sára rakpartról indult, ahol beszédet mondott dr. Bácskai János, kerületünk polgármestere. Úgy tartja egy mondás, hogy csak annak az embernek van élettörténete, aki el is tudja mondani, tovább is tudja azt adni. Csak annak a népnek, nemzetnek él a történelme, aki újra és újra elmondja, életben tartja az emlékeit. Igen, a beszélni és emlékezni tudás felelősség is. Nem könnyű teher, mégsem lehet ellépni előle. A hallgatás nem lehet több és jobb, mint a beszéd. A feledés nem lehet okosabb, mint az emlékezés.
Ez az emlékezet, a közös emlékezetünk ugyanis azt tanítja meg nekünk, hogy összetartozunk. És erről az összetartozásról nem elég csak tudnunk, de újra és újra beszélnünk kell róla. Újra és újra fel kell idéznünk az emlékeket, hogy velünk éljen a történelmünk, és hogy a múltunk bölcsessége, a szenvedések tanulságai jobbá tehessék hétköznapjainkat is. Akkor járunk jó úton, ha az emlékezni tudás az élni tudás bölcsességéhez vezet. A sokféleség bölcsességéhez, a megértés bölcsességéhez, a segítés és az összetartozás bölcsességéhez. Ahhoz, hogy ne teherként vigyük az emlékeinket, de a fájdalmas mementók is útjelzőként segítsenek bennünket. Ahhoz, hogy általuk az összetartozás boldogságát és erejét érezhessük a hétköznapjainkban is. Ahhoz, hogy végre ne túlélni, hanem élni tanítsuk gyermekeinket. Itt és most, közösen. Összetartozva, egymásba kapaszkodva. Tisztelt emlékezők! Ferencváros nevében e szavakkal bocsájtom útjára az élet menetét 2012-ben. Köszönöm, hogy meghallgattak. A menet indulását a sófár hangja jelezte. Az emlékezők végigvonultak a Szabadság hídon, majd útjukat egy másik igazemberről, a Raoul Wallenbergről elnevezett rakparton fejezték be. Ismét a gyalogosoké volt a Napfény utca egy része a földnapi rendezvényen. Az így módon autómentessé vált területen sokszínű családi programokkal várták a lakótelepieket. A lakossági igényeket figyelembe véve ismét volt veszélyes hulladékgyűjtési akció és bolhapiac is. Szintén a földnapjához kapcsolódva rendezték meg a második tudományfesztivált. Ennek helyszíne a Nemzeti Múzeum volt. Ferencváros környezetvédelmi programja már 15 éves múltra tekint vissza, és ennek nagyon fontos eleme a földnapi rendezvény. Egy olyan alkalom, ami figyelemfelhívás. Nézzünk körben, nézzük meg, hogy hol lakunk, hol élünk, és ahogy Ferencváros új jelszava is mondja, az otthonváros Ferencváros, hogy eléggé otthonos-e a városunk, és ennek érdekében tegyünk meg mindent. A mai rendezvények is azt a célt szolgálják, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy miként lehet szebbé, barátságosabbá, és ugye pont itt a József Attila telepen csendesebbé, zajmentesebbé, pormentesebbé tenni a városrészt. Az egyik ilyen mód, hogy lezártuk a legforgalmasabb utcát, a Napfény utcát. Az Alfa Kutyaiskolából jöttünk, ez Csepelen működik. Ez a tükörmódszeren alapul ez a kutyaiskola, de tovább fejlesztettük. Klikkerrel tanítjuk a kutyusunkat, ez egy pozitív megerősítés a kutyának. Jutalomfalat, tehát klikker és jutalmazással együtt dolgozunk. Nagyon fontos, hogy bármilyen fajta, bármilyen nemű kutyussal lehet jönni. A legjobb az, hogyha óvodáskorba, tehát 7 hónapos korig, 3 hónapostól lehozzák a kutyusokat. Ez azért nagyon fontos, mert ez a szocializáció kimarad, akkor nagyon nehéz pótolni, tehát lehet. Ez teljesen ingyenes az iskolánkban. Földnapja nevű rendezvényen a közbiztonság sátorban a rendőrség mellett a katasztrófavédelem is megjelent. A kerületi lakosok eddig tűzmegelőzési témába fordultak hozzánk. Jellemzően a növények hol helyezhetőek el lépcsőházba, illetve rácsos lezárással kapcsolatban érdeklődtek a sátrunknál. Humusz Szövetségtől érkeztünk a rendezvényre. Mi szervezetünk elsősorban a hulladék megelőzés területén tevékenykedik.
a környezetvédelmen belül, és ezzel kapcsolatban különböző játékokat, környezettudatos bevásárlásról vagy komposztálásról, különböző kiadványokat a hulladékmegelőzés minden területéről hoztunk, illetve van egy kis bemutatónk is a környezetbarát tisztítószerekről, otthoni praktikákat próbálunk a szülőkkel megosztani, amíg a gyerekek játszanak a játékainkon. A Föld napjához kapcsolódva rendezték meg múlt hétvégén a második tudományfesztivált, a Magyar Tudomány háromnapos ünnepét a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol dr. Bácskai János kerületünk polgármestere is beszédet mondott. A rendezvény alapvető célja, hogy a magyar tudomány eredményeiről közérthetően számoljon be a nagyközönségnek, főleg a gyerekeknek és a fiataloknak. A sokszínű programsorozatban megtekinthettük például a 110 éves kétkarú ötvösingát, illetve a közelmúlt szintén magyar találmányát, a gömböcöt. A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány idén második alkalommal rendezte meg az Aputa Kapuba kupát, ami nem csupán egy sportesemény, hanem a közösségi adományozás népszerűsítő rendezvény. A kupán idén is megmérkőzött egymással a Ferencvárosi Önkormányzat csapata és a színész válogatott. Ez a Ferencvárosi Aputa Kapuba kupa már másodszor sikerült megrendeznünk. Ferencvárosi iskolák egy-egy csapattal kiállnak, megmérkőznek a kupáért és az érmekért, és közben egy pályázatot nyújtanak be, hogy mire költenének 50-100 ezer forintot az iskolájuk sportéletének, szabadidős tevékenységének, közösségének fejlesztésére. Az idén 350 ezer forintot gyűjtöttünk össze az iskoláknak, és azt szeretnénk bemutatni, hogy szükség van egy ilyen szervezetre, mint a miénk, aki megtalálja, és azokat, akik adományoznak, megtalálja azokat az ügyeket, amikre pénzre van szükség, és ilyen közösségi rendezvényeket, találkozási alkalmakat szervez a Ferencvárosban. Én szerintem nagyon jó meccset játszottunk, és annak külön örülök, hogy végre a mikorosztályunkat küldték ellenünk, mert sokszor járunk úgy egyes vidéki meccseken, hogy ránk küldik az MB2-es, MB3-as fél csapatot, és azok halára vernek bennünket. Mi azért már 50 fölött vagyunk, vagy 40-50 fölött, és végre hasonló korosztály ellen mérhetjük magunkat össze, úgyhogy ehhez képest különösen értékesnek tartom a győzelmet. Kapott néhány gólt képviselő úr, az nem fontos, hogy mennyit. A tény viszont az, hogy nagyon-nagyon jól védett, sokszor meg is tapsolták, mert volt néhány nagyon bravúros védése. Ha foci, akkor általában a kapuban szokott állni? Hát most már inkább igen, de hát a gólokról nem beszélünk, jól játszottunk, gyengébb volt a védekezésünk. És milyen gyakran szokott egyébként futballozni, és hol van erre lehetősége? Hát most már nem csak akkor, amikor az önkormányzat vannak ilyen rendezvényei, hát az egy évben háromszor, négyszer, úgyhogy nem túl sokszor. Hogyan értékelni a mai mérkőzést? Jó volt. Látszott a színészeken, hogy összeszokottak, mi azért ezzel a 3-4-el nem tudunk úgy összeszokni. Ha mi is annyit játszanánk, amennyit ők, biztos az eredmény is fordítva alakult volna. Magyar focit is nézve, egy dolog vagyok milyen mérges, hogy az ember nem tud focizni, de hajtson. Hajtson, lelkesedjen és szántsa föl a pályát. És mennyire volt elégedett a Ferencváros csapatával, mennyire hajtottak, mennyire mentek? Elégedett vagyok, mert először játszottunk így, és látszott, hogy a színészek annyival voltak jobbak, hogy ők pontosan megvolt mindenkinek a helye. Mi fölöslegesen futottunk sokat, ez jobb lesz, biztos. Focira mennyi ideje szokott jutni, meg hol szokott futballozni, kikkel? A Parlament esélybe hétfőnként, és egy régi baráti társaságban 26 éve minden pénteken, úgyhogy kétszer biztos. És képviselő úr, ön milyen gyakran szokott futballozni, és hol? Hát minél többet próbálunk a kollégáimmal összejárni, pontosan azért is, hogy kiküszöböljük ezeket a nehézségeket, amik most tökéletesen meglátszódtak a pályán is, hogy nem eléggé összeszokott a csapat, de igyekszünk minél többet gyakorolni, annyi szabadidőnkből telik. Elfáradtak? Én futottam eleget, köszönöm szépen. Hát én is, de gyorsan regenerálódunk, úgyhogy már jöhet a következő meccs. Köszönjük figyelmüket! A képernyő alján látható elérhetőségeken várjuk kérdéseiket, észrevételeiket. Friss hírekkel jövő héten hétfőn jelentkezünk. Viszontlátásra!
9.tv. Otthon, város, Ferencváros.